Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Miért vagy egyedül? Vagy miért érzed magad egyedül? Például egy párkapcsolatban, mert ő nincs ott, vagy mindig visszahúzódik. Ezt megtekintjük ennél a kivetésnél. Természetesen megrendelheted nálam ezt a jóslást, akkor az személyes és rád vonatkozik. A díjam 3500 forint. Ha ezt a jóslást asztrológiával együtt kéred, ahol megtekintem, hogy mikor tudsz valakivel megismerkedni, vagy ha egy párkapcsolatban vagy, akkor megnézzük, hogy jó-e, ha ott maradsz ebben a kapcsolatban, vagy jobb lenne kilépni ebből, milyen lehetőségeid vannak, hogy alakul a jövőd. Én az indiai asztrológiával dolgozom. Ebben az esetben a díjam 9000 forint. Amit még megemlítenék, hogy minden hónapban megjelenik a hírlapom. Ez ingyenes. E-mailen keresztül megrendelheted. Az e-mail címem newsletter@dendera-susanna-medici.com, és akkor megkapod ingyenesen havonta ezt a hírlapot. Mindig van egy téma, asztrológiai előrejelzés, és azoknak, akik megrendelik a hírlapot, mindig van egy jóslás fele áron minden hónapban. Ebben a hónapban például a jóslás, hogy szerete ő téged. És most megtekintjük ezt a jóslást, miért vagy egyedül, vagy miért érzed magadat egyedül. Ez a kép utal a jelenlegi helyzetedre. Itt a kettes számról van szó, tehát nem vagy egyedül, valaki ott van a közeledben. Vagy jelenti azt, hogy még vagy egy párkapcsolatban, vagy hogy valaki érdeklődik irántad, ott van a közelben, vagy valaki gondol rád a múltból, és szeretne visszatérni hozzád. Itt érzelmekről van szó, hiszen a kelyhek utalnak az érzelmekre. Most megtekintjük a múltat. Itt a nyári hónapokról van szó. Nem arról, ami most közeledik, hanem a múltról. Tehát mit, hogyan éltél át a múltban, a nyár idején? Mert akkor történt valami, ismertél valakit, vagy valaki közeledett hozzád, és ez a személy gondol rád, és szeretne visszatérni hozzád. És a jövő az itt látható. Ez a kehely a tiéd. Vedd birtokodba. Utal az érzelmeidre, a vágyaidra, az álmaidra. Legyen meg a hited ebben. Ez jelenti a belső forrást is, a te intuíciódat, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. Segíthet abban, hogy megismerkedj valakivel. Hallgass a belső hangodra, milyen akadályok vannak. Tulajdonképpen ez nem akadály, hiszen itt megvan a közeledés, egy találkozás, sőt, biztosak a dolgok, hiszen itt van a horgony, ahol le tudsz horgonyozni. A horgony jelenti gyakran a munkát, a hivatást, lehet, hogy ebben a környezetben, de lehet egy utazás is, a tengeren például. Ez is lehet egy hely, ahol valakit megismersz. Ez a kártya utal az ajándékra. Valaki megajándékoz téged. Tehát szép gondolatok vannak itt. De miért akadályoz ez téged?
mert nem hiszel benne. Erősíts a belső hitedet. Milyen lehetőségek vannak? Itt látható a levegő elemem, ami utal a könnyűségre, a kommunikációra, az ötletekre, ezeket kellene megvalósítani. Azon kívül ez a kártya jelenti a változásokat, tehát hamarosan lesznek változások nálad, és akkor nem fogod egyedül érezni magadat. És mi ad erőt számodra? Itt van két irány, két lehetőség. Figyelj oda arra, ami most fontos számodra. Az lehet, hogy az egyik ló téged szimbolizál, a másik őt, ott vagytok a közelben, de mindig elkerülitek egymást. És miért vagy egyedül? Ez a kártya utal a megújulásokra, itt lesznek változások, ez olyan, mint egy újjászületés, tehát hamarosan nem leszel egyedül. Mi változik nálad? Arra utal a főpapnő. Minden úgy alakul, ahogy megvan írva a sorsok könyvében, az Akasa krónikában. És erre utal ez a főpapnő, hiszen őrzi a titkokat, őrzi ezt a titkos könyvet, a sorsok könyvét. És ez ugyanaz, mint ahogy a csillagképekben mindez meg van írva. És a jövő, a távoli jövőre utal ez az uralkodónő. Tehát uralkodj a helyzeten. Az is lehet, hogy megvan nálad ez a tartás, és nagyon erős vagy, ez a férfi kicsit fél tőled, fél attól, hogy elutasítod őt. Azt is jelentheti, hogy bámul és csodál téged, hiszen megvan ez a fellépésed, ez a kisugárzásod. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!